levél, melyet François Villon mester, midő már nem volt egy büdös vasa, így írt Jean de Bourbon herceghez. Tisztelt uram, fenség, vagy mi a fene, bevezetésű fogad üdvözletem. Bár nem vagyok ficsurkit babája fésül, sem gróf, aki a népet nyúzza, sem monszinyor, ki hintól jött az égbűl, nevem Kurtán Villon, szeretőm utcalány, úgy hívják Miriam. És én eddig néhány verset írtam, persze csak úgy privát gyönyörűségből. Máskülönben pedig boldog vagyok, ha vasárnap nem látok papot. Arról van szó tehát, hogy múltkor este, úgy értem hajnal felé, mikor a kocsmából hazatértem, egy pimasz gavallér belém kötött, s hogy kardot húzott, én is elővettem övebből a tőrömet, és tiszta önvédelemből egyszerűen leszúrtam a dököt. És most azt harangozzák, hogy bűnbe estem, s ezért itt rohadok egy majom ketrecben. Persze egy íbitang mindig csak szarikrája, hol éri majd az angyal trombitája, de szörnyűség, ha nincsen egy vasa, úgy lóg a levegőben, mint akasztott ember. Ha a zsarú ráköp, még csak szólni sem, mert a nadrágjából kiáll a fara, szóval uram, tőled függ a dolog, ha Villon gyomra többé nem korog. Világéletemben embert még meg nem vágtam soha pénzért. A legtöbb. Úgy találtam, túl ordinári ehhez én nekem. De te ezt a kitüntetést majd csak megbecsülöd. Úgy 50 fontot gondoltam aranyban. Ha egészségesen kikerülök a kóterből, vissza persze a dupláját fizetem, és addig vedd, ha félsz, hogy kitolok veled, zálogul az akasztófa kötelet. Postscriptum. Mit nem tesz egy így szegény proletár, amikor a prófuntól segge szüretre jár? Ilyenkor már a bagó sem kell neki. De most, mikor a kalapját leveszi, s a rohadt pénzért térden állva úgy mászik eléd, mint a majom, hát azt hiszed, hogy nem sül ki a pofája.